Köszöntöm Nagy Péter Sándor elnök urat a Szentesi Délkertésztől. Elnök úr, kérem mondja el a nézőknek, hogy milyen céllal szervezték meg ezt a mai őszi hajtatási szakmai napot itt a Délkertésznél. Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Az őszi hajtatási nap immáron hagyományosan azért alakult, hogy zárszámadást végezzünk a termelőink részére. Itt most a 2024-es év termelési évét értékeljük, és hát aktualitása ennek a rendezvénynek a klímaváltozás hatásai a zárt termesztő berendezésekre, mind a fóliás, mind az üvegházi termelőkre, hiszen láthattuk, tapasztalhattuk, érezhettük, hogy júliustól kezdve egészen augusztus végéig, sőt még szeptember elején is olyan forró hőhullámok érkeztek Magyarországra, ami jelentős befolyással voltak a zárt termesztő berendezésekben termelőkre, így a mi hajtatott termelőinkre is, mind a fóliás, mind az üvegházi termelőkre. Ez a hőstressz, hőhatás nagyban visszavetette az amúgy egyébként a tavaszi időszakban jól induló, magas minőségű terméseket, hozamokat, és ezeknek a klimatikus változásoknak a hatásait kívánjuk az idei hajtatási napon értékelni, és ennek érdekében több előadásunk is lesz. Ön hogy látja, a kistermelők hogyan tudták tolerálni ezt a szélsőséges időjárást? Én azt gondolom, hogy mindenkinek az egyéni termesztés technológiájában meg kell vizsgálni, hogy milyen újabb plusz fejlesztéseket kell betenni annak érdekében, hogy tompítani tudják ezeket a hőhatásokat, akár a besugárzásokat, akár ezeket a forróságokat. Többek között ilyen, hogy megfelelő párásítási berendezésünk van, megfelelő tápoldatozó berendezés, megfelelő szellőztető berendezésünk van, és nyilvánvalóan meg kell találni még egyéb olyan eszközöket, technológiai felszereltségeket, amivel tompítani tudják azokat a hőstresszeket, amik ezen a nyáron érték. Én azt gondolom, hogy voltak termelők, akik kevésbé tudták megfogni ezt a kérdést, de voltak azok, akik igenis meg tudták fogni. Ez nagyon vegyes és változó. Ez az egyik része a hőstressz. A másik része, ami kihívás, az pedig a növényvédelmet érintően a növényi vírusok kérdése. Sokat beszéltünk már, hiszen a paprika napon is a vírus kérdései azok fókuszpontban voltak, de nagyon fontos, hogy megnézzük így az év végével, amikor az állományok kitakarítása történik, hogy hogyan érdemes elindulni az új kultúráknak, milyen megóvó, vírus ellenes megóvó intézkedéseket kell tenni a kitakarítás során, annak érdekében, hogy az új állományokat kevésbé érintse, vagy megfelelően tudja meggátolni a vírus terjedését a későbbiekben az adott termesztő közegben. Ezek nagyon nagy kihívások, én úgy gondolom, főleg azért is nagy kihívások, hiszen ezek a vírusok elterjedése nem azért van, mert a termelőink úgy dolgoznak, hanem azért, mert a kártevők oly mértékben elszaporodtak, hogy azoknak a visszaszorítása most egyre inkább lehetetlennek látszik a jelenlegi Európai Uniós növényvédelmi törvénykezések mellett. Hiszen sokszor el szoktuk mondani, hogy itt nem azzal van baj, hogy a dózist csökkentik, hiszen integrált biológiai növényvédelemről beszélünk, ahol nem a dózisok mennyisége a meghatározó a kémiainak, hiszen alapvetően biológiai védekezés van, hanem csak amikor gazdasági kár következik be, akkor foltkezeléssel, vagy egyéb ponton beavatkozással történik a kémiai védekezés, hanem azzal van gond, hogy a kártevők elszaporodásával, hogyha a természetes ellenségek nem tudnak úgy dolgozni, és ha nincs megfelelő szer, amivel be tudunk foltkezeléssel avatkozni, azok ezek a kártevők elszaporodnak, és a kártevők egyfajta vírusvektorok is hordozzák, ezért ezek elterjednek. Most is ezt láthattuk, hogy a koratavaszi időszakban ez föllángolt, kinek eltérő mértékben, majd utána az állományoknak a kvázi doppingolásával, vitaminozásával, ellenálló képességük növelésével helyreállta az egyensúly, de a hőstressz hatására ismét legyengült a növény. Pontosan úgy működik, mint a mi szervezetünk, ha legyengülünk, hamar a vírusok megtalálnak és megbetegszünk. De mi tudunk megfelelő védekezéssel leszni, hiszen mindig megvan hozzá a megfelelő orvoslás. Na most, ha nincs itt meg az orvoslás a növényeknél, akkor ez felszaporodok. Így a mi célunk egyébként a szaktanácsadó kollégákkal egyetemben, hogy azon dolgozzunk,
hogy amellett, hogy egy nagyon jó higiéniai protokollt próbáljunk meg tanácsadásként adni a termelőknek, amellett az Európai Uniós törvénykezésben azt értessük meg a központi ügyintézőkkel, hogy nem azzal van baj, hogy csökkenteni kell a kérdőzést, hanem megfelelő váltószerek álljanak rendelkezésre, hogy a megfelelő védekezést tudjuk, hiszen ez biztosítja a termelők jövedelmezőségét. Itt a Délkertésznél az elmúlt napokban külföldi delegáció tett üzemlátogatást. Mennyire volt hasznos ez a tapasztalatcsere? Én úgy gondolom, hogy igazán hasznos volt, hiszen azokra a pontokra, nehézségekre tudtuk rávilágítani az érdeklődőket, ami egyébként az összes európai gazdát érintette. Itt volt a Kopa Kozsiaka alelnök asszonya, a francia alelnök asszonya, aki egyébként meg is hallgatta már korábban, a tavaszi időszakban a bizottság ülésen a Délkertésznek a bemutatkozását, és most egyébként itt volt jelen pillanatban személyesen is, itt volt a lengyel szövetkezéseknek a vezetője, és ezt megelőzően egyébként 21 média képviselője, külföldi média képviselői is itt voltak. Azt láthatták, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal küzdünk itt is, mint szerte európai viszonylatban, illetve láthatták azt is, és szerintem büszkén meg tudtuk mutatni, hogy igenis, itt Magyarországon is komoly működési mechanizmusa van a termelői szerveződéseknek, és ezt büszkén meg tudtuk mutatni. Azt gondolom, hogy bekerültünk a térképre, folyamatosan jönni fognak hozzánk, hiszen eszmét fogunk cserélni. Nagyon fontos, hogy a franciák képviselete pontosan ugyanazt gondolja, mint a magyar képviselet. Ezt ki kell használnunk, hiszen egységben tudjuk az európai gazdákat védeni. Önök ismét terméknagydíjat nyertek a Pritamin paprikával. Engedje meg, hogy gratuláljunk. Köszönjük szépen a termelőink nevében. Ez már az elmúlt időszakban a negyedik ilyen díj. Ez a Pritamin paprikának a dicsősége. Én úgy gondolom, hogy egy olyan méltán 100 éves hagyományt tudtunk föléleszteni, aminek úgy gondolom, hogy a továbbiakban is lesz hagyománya. Ezen fogunk dolgozni a későbbiekben is. Köszönet minden termelőnek. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánunk. Én is köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket. Köszöntöm Ledó Ferenc, vezető szaktanácsadót a Délkertésztől. Kérem, mondj el a nézőknek, hogy mennyire fontos a kertészeten belül a palánta nevelés, hiszen ön ennek a vezetője volt hosszú évekig. Köszöntöm a Kulca TV nézőit. 2009-ig voltam az átlát, és addig hozzám tartozott a palánta nevelés nagy része, az új üvegház telepen. Meghatározó a palánta nevelés, tehát a fajtatásba. Úgy szoktam mondani, ha valaki jó palántát ültet, akkor már sokkal nehezebb a technológiát elrontani utána, viszont egy rossz palántát ültet ki, akkor az egész évet végig fogja szenvedni. Ez egy nagyon fontos, és nem véletlen, hogy a Délkertész is, mert amikor elnök voltam, ahogy pénzügyek annyira megerősödtük, tagok helyett a két nagy palántanevő céggel kikötjük a szerződést, egy biztos, hogy akreditált palántát tud a termelő kapni, és akkor az indulás legalább megbízhatóan tud indulni. Tehát ezért rendkívül fontos a palántanevelés, hogy milyen palántát ültet ki valaki a helyére. Köszönöm szépen! Szívesen! Köszöntöm Nagy Zoltán, palánta értékesítőt a Szentesi Árpád Agrár ZRT-től. Kérem, mondj el a nézőknek, hogy milyen munkafolyamatok folynak most a cégnél, milyen aktualitások vannak. Én is köszöntöm az Agrárpercek nézőit. Jelenleg elkezdtük az új szezont. Az üvegházaknak a kifertőtlenítése megtörtént. A fűtött időszakra az első növényeknek a magvetése is megtörtént, illetve folyamatban van. Most jön a dömping, az oltott paradicsomokat, az oltványokat hozzuk be folyamatosan, ugye Bosznia-Hercegovinából, ahonnan eddig is hoztuk. És most egy jó, hát egy hónapon belül gyakorlatilag a nagy palántanevelő üvegházaink meg fognak telni talaj nélküli palántákkal. Az első turnussal, aztán lesz egy következő turnus, és utána pedig majd jön a hidegfóliás időszak. Milyen pozitív eredményeket, milyen hasznos kapcsolatokat szokott hozni egy ilyen szakmai nap? A szakmai nap, én mindig azt mondom, hogy sok újat ugye nem hall az ember, én legalábbis részemről én ezt tudom elmondani, hanem inkább a szakma képviselőivel tudunk találkozni, eszmecseréket tudunk folytatni. Tehát számomra
itt a személyes találkozás a partnerekkel, illetve a vetőmagos cégekkel legalább olyan hasznos, mint az előadások, amikre be lehet itt ülni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek, és mondj el, hogy milyen új termékeket hoztak erre a kiállításra. Üdvözlöm a kedves Kurca TV nézőit. Halasi Endre vagyok, az Orosko Kft.-nek a munkatársa. A mai rendezvényre TV Paprikában szeretném bemutatni első körben az Altandos, ami ugye egy disztarmat rezisztens, paradicsom bronzfoltosság rezisztens fajta. Akár talaj nélküli kultúrában rendkívül jól megállja a helyét. Hoztunk egy újdonságot TV Paprikában, ő pedig a Shelton. Az előbb említett Altandoshoz képest, amivel többet tud, még erőteljesebb, még erősebb a disztarmat rezisztenciája, ő pedig egy ilyen január végi februári kiültetésre javasoljuk. És második körben pedig szeretném megemlíteni, hogy az asztalnak a jobb oldalán lehet látni a fűszer paprikát. Mi azt látjuk, hogy itt az elmúlt időszakban egyre több kedves kertész kolléga aktívan érdeklődött a fajta iránt, hogy a Zoé paprikát mutatjuk be. Mi azt látjuk, hogy ezzel a globális felmelegedéssel egyre nagyobb a megkeresés a fóliás kultúrában, hogy tavaszi időszakban kiültetik a fűszerpaprikát és földleményt készítenek belőle. A maták nagyon egyszerű, négyzetméteres árbevételben jobbat produkálnak egyébként ebben a rövid időszakban, mint bármilyen más kultúrában. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Kérem, mutatkozzon be a nézőknek, és mondj el, hogy milyen újdonságokat hoztak a mai kiállításra. Lacházi Pál vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. A Syngenta egy nagy múltra visszatekintő cég már. Több újdonságot is hoztunk erre a kiállításra. Szeretném itt kiemelni az egyik kígyóborkánkat, amit gyakorlatilag most vezetünk be itt a magyar piacra. Ez a Siriana névre hallgat, ez egy őszi termesztésre alkalmas fajta, nagyon szép egyenes termésekkel rendelkezik, nagyon jó hozamú fajta. A másik fajtát, amit szeretnék még itt bemutatni, az egy új kaliforniai paprikánk, amit igazából az idejében termesztettek nagyobb felületen. Ez a Hokkaidó fajtánk, ez egy piros kaliforniai paprika, TM3, TST, illetve lisztharmat ellenállósággal rendelkezik. És hát természetesen a megszokott fajták itt megtalálhatók a kultonkon. Itt van például az Angelina fajtánk, vagy a jól ismert Svitelle, amit ugye a Tész is forgalmaz, de számos káposztafélét is, karfiolt, fejes káposztást, vörös káposztát is hoztunk ide a kiállításra, hogy bemutassuk a portfóliókat. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Bemutatom nézőinknek Szél Katalin növényvédős szakmérnököt a Mikrovitától. Kérem, mondja el a nézőknek, hogy ez a rendkívüli hőség a nyáron milyen hatással volt a növényekre. Üdvözlöm a Kutya TV nézőit. Hát sajnos, mint minden növényre, a túlságosan meleg is, meg a túlságosan hideg is rossz hatással van. A Mikrovitál terméke ezeknek a növényeknek abba tud segíteni, hogy az élet tevékenysége kicsit hosszabb ideig megmaradjon, a gyökér mennyiségének növelésével, különböző auxinok termelésével, tápanyagföltárással segít a növénynek hosszabb ideig kibírni azt a hőstresszt, ami ezekbe a nagyon meleg nyári napokban éri. Köszöntöm Gulyás János növényvédelmi szaktanácsadót a Dielkertésztől. Kérem, mondja el a nézőknek, hogy a mai konferencia apropója a hőstressz a növényekre. Hogy látja a gyakorlatban, hogyan működik, mekkora kihívás ez a kertészetnek? Hogy telik az időjárás, folyamatosan melegszik, ugye sajnos a kertészet szempontjából is ez problémát tud okozni. Ugye a régi kis fóliákban, amik voltak különösen, a nagyobb légterűekben azért már azt mondom, hogy kezelhetőbb a probléma, de azért ott is gondot okoz. Több megoldással próbálunk védekezni, az elsődleges ugye a párásítási lehetőségek, ahol vannak, illetve minden sátrat most már árnyékolunk, ami nagyon-nagyon fontos. Itt az árnyékolásokban is különféle lehetőségek vannak. A fóliafestékektől kezdve a mészen keresztül, ez termelőnként változó szokott lenni, de egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a fényszűrős fóliafestékeket kezdik el használni a termelők, látva azt, hogy kevésbé melegszik fel általa a sátor, és jobb klímát tudnak a növények számára előállítani.
Köszönöm szépen. Bemutatom nézőinknek Pulyáni László gyümölcstermesztőt. Kérem, mondja el, hogy milyen gyümölcsöt termeszt, mekkora területen, milyen fajtákat? Hát Kecskemét határában termesztünk gyümölcsöket. Már csak 10 hektárunk van, lassan szabadulunk meg tőle, szedjük ki. Kajszi az egyik nagyon jelentős növényünk, a másik a megy, cseresznye, és minimális szilva van, meg van egy kevés őszi barack. Hová értékesíti a termést? Hát sajnos ez nagyon nagy probléma, az értékesítés. Most már helyből elviszik, munkaerő nincsen, öregek a fáim, széttörnek a rázógéptől, de nem stabil az ipari értékesítése, mindig lenyúlnak bennünket a gyárok vagy a közvetítők. Most jönnek, a megyet leszedik és elviszik zömébe Romániába. A kajszínál nagyon nagy szerencsénk van, a szed magad akcióba szinte az utolsó darabig el tudjuk adni. Szép, nagy gyümölcsöt termelünk, finom is, és az utóbbi időben nagyon sok fagyos év volt. Ki vannak éhezve az emberek, vagy ki voltak éhezve kajszira, és szed magadba elvitték. Az idei aszályos időjárás milyen hatással volt a gyümölcstermésre? A fagyok is nagyon nagy problémát okoztak, mert általában 15-20-25 fagyos éjszaka van pirosbundos állapottól az utolsó fagyig, ez is nagy probléma. Utána pedig az asszály, volt egy tavaszi asszály, mikor még nem nagyon öntöztünk, ez megsanyargatta a fákat, és mikor volt ez a hatalmas nagy meleg, hiába öntöztünk csepegtető öntözővel, nem tudtuk pótolni azt a mennyiségt, amit kellett volna. Voltak olyanok, hogy hajtások leszáradtak, némelyik fiatalabb fa esetleg ki is száradt, vagy nagyon megcsinyelte az asztályt. Az erős, régi fajták azok jobban viselték. Köszönöm szépen! Köszöntöm dr. Csikai Miklós elnök urat, a Szentesi Árpád Agrár ZRT-től. Elnök úr, kérem, mondja el a nézőknek, hogy milyen érzés itt lenni a dérkertésznél az őszi hajtatási szakmai napon, hiszen itt ön az egyik alapító tag volt. Itt is, hála Istennek, és örülök minden alkalommal, amikor azt látom, hogy amit megálmodtunk, az nő fejlődik és erősödik. És különösen azért örülök, mert a délkertész szakmai napja az annak eredménye, hogy Szentesen és a térségben él néhány száz kertész, aki felismerte, hogy csak összefogással együtt tudunk előre haladni. Ön hogy látja most jelenleg, milyen nehéz kihívások előtt áll a kertészet? Gondolok itt a mai rendezvény fő mottójára, az aszályra és a hőstresszre. Nem lenne elég a műsoridő, hogyha reggelig tartana is, ha azt sorolnám föl, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni ma a kertészeknek. A gazdasági kihívások mellett, amiről fogalmunk nincs, hogy melyik nap mi köszönt rá, újabb-újabb nehézségek. Régebben ezt csúnya szóval úgy mondták, hogy megszorítások, meg nadrágszi összehúzások, ma másképp fogalmaznak, de a mai téma az a klíma időjárás következményei, amit mindannyian megszenvedtünk, és azt arról beszélgettem fiatal kollégákkal itt a kiállítók közül, hogy több mint egy évtizede már, hogy Balázs professzor úr, aki a ZKI-nak is volt igazgatója, meg a Kertészeti Egyetem zöldségtanszékének is a vezetője, meg a tanácsadást is vezette, és közvetlen munkatársa lehettem én is. Azt mondta egy szentesi látogatás alkalmával nekem, azt hiszem Dimény miniszter úrral együtt voltak, mert akkor még szokás volt, hogy a szakma, meg a gyakorlat, meg az elmélet rendszeresebben találkozik, mint ma, hogy figyeljétek meg, vagy mikor figyeld meg, eljön az az időszak, amikor nem lehet csak fedett felület alatt zöldséget termeszteni.
és ez legalább egy évtizede volt, vagy régebben, amikor mondta, és én arra hívtam fel a figyelmét itt, akivel beszélgettem fiatal kollégákkal, hogy nem baj az, hogyha megfigyeljük a tapasztaltabb emberek véleményét, és próbálunk elgondolkodni rajta, mert be fog következni, akik szakmában gondolkodnak, és nem napi politikában. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra!